Újabb komfortszobát adtak át a Jászberényi Szent Erzsébet kórházban. Ez alkalommal a szülészet nőgyógyászati osztály bővült. A jászokra oly jellemző módon a közösségi támogatás ereje, akarata egy formában megvalósult, nevezetesen itt, hogy a nőgyógyászati osztályon belül is egy komfortszoba kialakításával döntött Cinege úr, illetve Julika asszony. Cinege Károly és felesége jóvoltából készülhetett el a szoba. Hangsúlyozták, szigorúan magánemberként készítették. Két dolog motiválta őket. Az egyik az, hogy mivel közel 6 évtizede a Jászság fővárosában élnek, szerettek volna tenni valamit a városért. Az egyik az, hogy szerettünk volna Jászberényért, a kórházért valamit tenni, hiszen mi majdnem 60 éve élünk Jászberényben, nem vagyunk jászok eredetileg, én Szeged környékéről, a feleségem meg Körök-Szemiklós környékéről jön, de már a legidősebb fiunk itt Jászberényben született. Másrészt azért, mert elégedettek az itteni ellátással, és a közelmúltban megtapasztalták, milyen nagy szükség van az ehhez hasonló szobákra. Hiszen ilyen körülmények között a gyógyulási hajlam is más. Ezt erősítette meg a kórház főigazgatója is. Két magánszemély döntött úgy, hogy a kórház számára kialakít, hát ahogy látjuk, gyakorlatilag 4-5 csillagos szállodai körülményeket, ami között nyilván a gyógyulási hajlam is más a kedve. Nyilván ez térítéses kategória, tehát plusz szolgáltatás. De amennyiben erre valakinek igénye van, most már egy szobával több a lehetőség, hogy igénybe vegye ezt a plusz szolgáltatást. Ahogyan pedig itt befejezték a munkát, folytatódik egy másik osztályon, ugyanis a belgyógyászat is egy ilyen komfortosabb, szebb, kényelmesebb helységgel fog bővülni hamarosan.